Az ukrajnai háború a világ legtöbb országában gyengíti a gazdasági kilátásokat, az infláció magas szintje egyértelmű és közvetlen fenyegetést jelent. A globális gazdaságra nézve Kristalina Georgieva, a Nemzetközi Valuta Alap, az IMF ügyvezető igazgatója szerint. Georgieva azt mondta, a globális fellendülés már az ukrajnai háború előtt is veszített lendületéből, részben a koronavírus omikron variánsával összefüggő problémák következményeként. A globális növekedésre vonatkozó előrejelzésünket 2022-re januárban 4,4%-ra csökkentettük. Azóta a kilátások jelentősen romlottak, főként a háború és annak következményei miatt, fogalmazott Georgieva, aki a Világbank évi rendes konferenciáját megelőzően tette közzé álláspontját. A kettős válság kezelésére való képességünket tovább bonyolítja egy másik növekvő kockázat, a világgazdaság geopolitikai tömbökre való széttöredezése, mondta még Georgieva. A Világbank konferenciáját április 18-a és 24-e között rendezik Washingtonban, részben virtuális, részben személyes részvétellel. A tanácskozások középpontjában az ukrajnai háború és világgazdasági hatásainak kezelése áll majd.